Ugyanis a nyíregyháziak legutóbbi három bajnokiukat elveszítették, a Fehérvár pedig Zsinórban ötször kapott ki. Verebes József mégis 2005-re nemzetközi szinten is erős videótont ígér. Jövőre már, nem 2005-ben, már jövőre szeretnénk már a dobogóért játszani, természetesen ehhez igazolni kell. Ebben talán hisznek azok a vendégszurkolók is, akiknek reggel 5-kor kellett elindulniuk, hogy lássuk csapatuk meccsét, esetleg győzelmét. Így is kezdődött. Második perc, Urbanas hosszú labdája előre, Celeszky nagyon bizonytalan, és ezt kihasználja Waltner, 1-0 a vendégcsapat javára. Úgy látszik, a fiatal játékos doppingolta, hogy először kapott meghívót a felnőtt válogatott keretébe. Ez persze Celeszkynek ez a borzasztó nagy bakia is szükségeltetett, attól félt, hogy a 16-oson kívül fogja meg a labdát. Ez a pillanatnyi kihagyás elég volt, hogy Waltner a kapuba találjon. Egy perccel később a túloldalon Karkusz bedobás, Kirchmer esernyőcsel és egy lövés. Nem kellett Milintének beleérni, az oldalhálóban kötött ki a labda. 15. perc, Waltner, középen Kuntis egyedül, perdítése épp hogy elpattog a kapufa mellett. Marad az egygólos vendégvezetés. 20. perc, ismét Waltner, és Celeszky ebben a gólban is benne van. Waltner két gólos, és két gólos a videóton vezetése is. Oda a rövid sarokra nem illik gólt kapni. Celeszky az első 10-12 fordulóban bravúra halmozott, ez a meccs úgy tűnik nem az övé. Kirchmeier lövés, védőről felpattan a labda. Szatke fejes gól, de hiába az öröm. Piller már a sípjába fújt, akadályozták Milintét. Két perccel később már nem Milintét akadályozzák középen, itt még nem látszik ebből a kamerálásból. A szöglet után indulna be Janics, és feltartja őt Fésű, ezért a 11-es. Ki más, mint Kirchmeier, ő szokta Nyíregyházában elvégezni, és szépít a hazai csapat. 1-2. Kirchmeiert két mérkőzéssel ezelőtt a Vác ellen kiállították, megbüntették, egy mérkőzést kihagyott, most góllal tért vissza. 48. perc, bár még mindig az első félidő. Novák robog, és nagyon-nagyon rossz ütemben érkezik Tóth Attila, ezért kap egy piros lapot. Bizony, a labda már sehol nem volt, a lábát felemelte, kiállítás. Ezért miért állították a játékos, mikor az előző szituációban ugyanezért csak sárgát adott? Ezt magyarázza meg. Ha nem nyílunk túlzottan ki, és határozottan, de biztosítva a támadásokat játszunk, akkor remélem meg tudjuk fordítani ezt a mérkőzést a második félidőben. És még két perce sem tartott a második játékrész. Kondora, Novák, Szatke a labda útja, és egy borzasztó nagy bomba. Egyenlít a Nyíregyháza, 2-2. Szatke védő létére már az 5. PMB-s góljánál jár. Érdemes lesz megnézünk, Milinte milyen mutatványt vezet elő, nagyon furcsa mozdulattal, nem tudja kiboxolni a labdát, pedig középre tartott. 56. perc, Novák beadás, egy Kirchmeier fejes, most viszont nagyon jó reflexekkel hárított Milinte. 67. perc, Urbanas szabadrúgás, bődületes nagy kapufa, aztán felszabadítanak a nyíregyháziak. Két perccel később, Waltner szinte ugyanott találja el, bár nem ugyanonnan a kapufán. Pehke van a videótonnak. 74. perc, és hogy mekkora az most látszik, itt még bravúra, itt már Bakival, Milinta a főszereplő, illetve a gólszerző, Gradinário, első PMB-s találata a román légiósnak. Fordított át a Nyíregyháza. Tömegjelenet a kapu előtt. Milinta mentségére talán már nem is igazán látta, hogy honnan érkezik a labda. Ez pedig a gólöröm a román fiútól. 84. perc, Novák keresztbe vezeti. Most indulna befelé, Horváth Attila fellöki. Nem volt látványos a szabálytalanság, de hogy az volt, ez a felvétel is bizonyítja. 11-eshez jut, újabb 11-eshez a Nyíregyháza. Ki más lőhetné, mint Kirchmeier, állandó büntető végrehajtó a Nyíregyházában. Ezzel alakult ki a végeredmény 4-2. A Fehérvár játékosai nem lehetnek boldogok, elvégre, hogyha nem 90 percig tartanának a bajnokik, akkor a Verebes időszakban már sokkal több pontjuk lenne. Eddig mindig vezettek, és mindig ki is kaptak. Egy ilyen 11-est befújni, és kiállítani egy embert, nem volt utolsó ember, de egy csárga.